Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Csabinyó vagyok, srácok, lehet engem hallani? Ez itt a nagy kérdés. Első Twitch live, ami nem az első, ez a második, de régen volt az ezelőtti, úgyhogy most nagyon remélem, hogy minden stimmelni fog. Az első, ez a második. Á, visszaallom magam! Ú, gyerekek, nagyon, nagyon király vagyok. Annyira király vagyok, úristen! Na, szóval srácok, kezdjük akkor el a Twitch-es korszakot. Én azt mondom, Ádám írja, jó a kép, jó a hang. Nagyon rend... Andi! Mi az, hogy első? Nem is az első vagy! Há! Na, igen, van modid. Ádámnak is van modia. Zsöminek is van modia, elvileg, bár semmit nem látom a cseten, egyenlőre. Minden stimmel. Most a játék hangját még ugye alig halljátok, mert csak ez a kis pöttyögés van. Ahogy itt húzogatom, mármint az egeret itt a menün. Úgyhogy ebből még sokat nem hallottok, de remélem, hogy jó lesz. Na most azon gondolkozok, hogy picikét várok még talán, hogy mindenki időbe ideérjen. Annyit mondok, ugye ezt ki is írtam egyébként a posztba, Facebookon is, meg a YouTube-on is, hogy csak is kizárólag azt fog tudni írni, aki már legalább 10 percet követ. Legalábbis tegnap még ezt állítottuk be Ádámmal, azt hiszem 10 perc volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így jó lesz. Csak az a baj, hogy annyira kicsi nálam a cset, na így most látok is valamit, jó. Na, most azon agyalok, hogy hol az Istenbe tudom megnézni azt, hogy most jelenleg mennyi nézőm van. Kajak nem vágom. Hol kell ezt megnézni? Gyerekek, nem értek. Az egészhez nem értek. Nekem az egész felület nagyon furcsa, nagyon szokatlan, úgyhogy adjatok nekem időt arra, hogy felfedezzem az egészet és megismerjem, mert ez nekem most így nagyon... Még attól is féltem, hogy a minőség pocsék lesz. Mert ugye itt nem nagyon lehet tesztelgetni. Na mindegy, én nem láttam, hogy hány néző van. De hát remélem, hogy azért minden stimmel. Legalábbis nagyon remélem. Na jó van. Szerintem akkor srácok, kezdjünk bele. Még nem írja ki majd mindjárt. Ja, jó. Na, szóval srácok, a mostani live-ban wreckfestezni fogok. Ugye kitettem egy pár nappal ezelőtt egy posztot, hogy szeretnétek ebből látni live-ot, vagy videót. Na most akkor live mellett döntöttem, meg többen inkább azt írjátok, hogy live legyen belőle. A nagyon aranyos, ahogy a góc írja Andi. Köszönöm szépen. Jó, oké, Zsömi, értem. Na, szóval, tehát ebben a játékban fogok most játszani, illetve ebben a játékban fogok elkezdeni egy karriermódot, úgyhogy teljesen az alapoktól megyek, ameddig majd belefér a live-ba. Hogy mennyi lesz a live, azt nem tudom, egy olyan, hát olyan másfél-két órásra tervezem, egy két órát szeretném, hogyha meglenne. Aztán majd meglátjuk, srácok. Nem tudom, várjak még, vagy ne várjak? Szerintem belekezdek én még, úgyis az elején még úgyis csak ilyen kis laza versenyek lesznek. Ja igen, elkezdtem már egy karrier módot, kipróbáltam, és annyira tetszett, hogy nem bírtam abba hagyni, viszont ki kellett törölnöm a karrier mentés fájlt, mert másképp sajnos nem lehet rezetelni a karriert, ugye kitöröltem azt a cuccot, és akkor most teljesen előre fogom kezdeni az egészet, igazából nekem is újdonság lesz, mert csak egy-két verseny mentem. 81 néző, azt írja valaki. 81 néző? Tényleg olyan sokan néztek? Ó, gyerekek, hát számítottam én a 30-ra. Ó, Zsömikém, köszönöm szépen a hostot. Na gyerekek, szóval akkor itt van a karrier mód, és akkor a legelső, hát igazából itt van egy csomó ilyen, bocsánat, szóval van itt egy csomó ilyen lakatos cucc, tehát ezt még sajnos nem lehet használni, valami jött. Ja, Zsömi hostol. Oké, köszönöm szépen, Zsömi, most jött ki a jelzés. Szóval, kezdhetném a Demolition Racing-el, illetve ezzel, vagy ezzel. Megint valami jelzés. Jó, gyerekek, ez baromi hangos a hostolás, de köszönöm szépen még egy hostolás. Gestapóka. Köszönöm szépen neked is a hostot. Szóval, akkor én nyomok itt egy challenge-et, és akkor kezdjük ezzel a kis fűnyíró versennyel, srácok. Na nézzük. Tű. Igen, ilyen Land Mover-ekkel kell majd menni. Itt vagyunk. Ezek a versenyzők, megint egy valami. Andi, köszönöm szépen neked is a hostot. Úgy gyerekek, ez annyira hangos, ez a plim, 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 hogy most már nem fogom itt beállítani, de most már kibírjuk szerintem. Mindegy, ez amúgy is csak olyan test live, jó? Tehát ha bármi nem úgy történik hangos, mint például megint, köszönöm szépen Melody 1400 a hostolást, akkor tényleg sorry érte, be lesznek ezek a dolgok állítgatva, de ez most első ilyen, nézzétek el, mondom. Na jó van. Gyerekek, Ádám. Na jó. Tudom, Ádám, te el fogod érte kérni a pénzt.
Na mindegy, nem baj, egyem meg a szíveteket. Na jó van, tehát akkor event mode, standings, bla bla bla. Na jó, akkor srácok, fűnyírós verseny következik. A szint az nem is tudom most milyen, talán közepesen van beállítva, bár nem tudom, hogy carrier módnál ez számít-e vagy sem. Azt tudom, hogy szimpla versennél közepes módban játszottam, azaz amatőr szint ebben a játékban. De egyébként az pont egy olyan szint, hogy az még ugye aránylag élvezhető szerintem. Tehát benne van az, hogy nyersz. Köszönöm szépen, Kis Lajos, a hoztolást. És látszok, ha a játék halk, szóljatok nyugodtan, akkor adok rá a hangerőt. Ezt nekem most úgy van beállítva, hogy az én fülemnek pont jó legyen. Nem tudom, hogy live-ban ez mennyire lesz jó. Megint történt valami, gyerekek, mindig történik valami. Bogi Boglárka, mindenki, gyerekek, mi van veletek? Mi ez a hoztolás? Nekem ez is furcsa. Na jó, mindegy. 5 néző 100 ezer, és persze dollárban. Hú, de megszabad az árát, kedves Ádám. Dávid, köszönöm szépen, neked is a hosztot. Na jó van, gyerekek, most már tényleg kezdjük el. Most már, vagyjátok, most beállítsam ezt a... Beállítom ezt a hangot, mert rosszul vagyok tőle. Várjátok kicsit. Bocsi. Muszáj beállítanom, srácok, mert ez így nem jó. Kis türelmet kérek még, jó? Mindjárt meg is keresem. Alert box kell nekem. Igen, erre nem gondoltam, hogy hoztolni is fogtok. Abszolút nem számítottam rá. Tehát tényleg abszolút eszembe se jutott. Úgyhogy ezt ilyen hangosan hagytam. Jó, levettem 6%-ra. 50 vagy 60%-on volt. Jó, most elmentettem, most már remélem, hogy jó lesz. Na, viszont akkor tényleg kezdjünk hozzá. Szóval itt vagyunk, ezzel a kis fűnyről fogunk menni, srácok. És a cél, azt hiszem most az, megint egy host. Köszönöm szépen, Gyilkoshun 69. Meg neked is, Lexi Gamer. Szóval most az a lényeg, hogy igen, 5 ellenfelet kell kiütni a nyerekből. A gyerekek. Hopp. Ajajajaj, talán ezt rosszul csináltam. Talán nem így kellett volna, mert igazából úgy kéne neki menni a ellenfélnek, hogy a seggel, hogy ne az eleje sérüljön, de így is jó, mert egy ki van ütve. Lepottyantottam. Azt nem sikerült. Jó. Igen, most a junior kategóriában vagyunk. Hopp, hogy lepottyant. Szóval a junior kategóriában vagyunk. És ugye innen kell fölfele építkezni és kiépíteni a karriert. Egyre jobb és jobb és nagyobb versenyek felé. És hogyha ügyesek vagyunk, akkor a végén majd valamiféle világbajnok leszünk, vagy én nem tudom micsoda. Tehát a karrier mód mind nekem is új. Mondom, pár ilyen versenyt játszottam csak. De majd meglátjuk. Azt ott el kéne kapni, és nem sikerül. Jó, semmi gond. Borulj föl! Áh! Ha fölborul, akkor is számít, mert akkor is leesik róla a pilóta. Amúgy, amikor ezt először játszottam, egy, akkor volt 7-et vagy 8-at ütöttem ki a nyerekből. Azt hiszem így volt valahogy. Hát most ahhoz képest csak 3 van. Az nem valami sok. Borulj föl! És... Borulj már föl! Azaz! Nekem tiszta olyan, mintha izé GTA-ba játszanánk GTA beállítású versenyeket. Hopp, mekkorát szállt! Jó, megvan az 5 kiütés. Tehát igazából már sikeresen teljesítettem a versenyt, és van még másfél perc. Na szóval, srácok, nem figyeltem. Nem hangos a játék? Nem hangos a játék? Mert nekem egy picikét talán hangos. Nektek ez milyen? Nem! Na? Írjátok! Figyelek! 10 másodpercenként lehet küldeni üzenetet? Oké. Okay. Hát mondjuk ezt nem hittem volna, hogy ez szám... na. Nem hangos. Nagyon picit hangos. Igen, hát akkor most... Idegesítő? Hát igen, ezetek a kocsitnak biztos. Na, szóval, hogy... erre nem számítottam, hogy chat lassításra lesz szükség a Twitch-en. Az első alkalommal. Tehát ezt nem hittem volna. Na, üssek már ki valakit! Na jó. Engedjetek már! Engedj már kiszállni! Jó, majd egy picit azért halkítok rajta, mert nekem is hangosak tűnik. Az én fülemnek. Nem igaz! És nem tudtam elkapni, csak 10 másodperc. Srácok, bénában... Jó, tudjátok mit?
Azaz, na még egyet. És akkor itt a vége. Még te is? Nem! Ő már nem borult föl. Jó, finished. Jó, igen, 5 opponent volt, 5 ellenfelem volt, akit ki kellett ütni, és 6-ot ütöttem ki. Első lettem, gyerekek. Az összes többi csak ilyen 2-2-2-2-1. Tehát ez nem valami nagy szám. Na jó van. Jó, oké, akkor ez megvolt. Ennyi XP-t kaptam. Igen, tudom, ez a kocsi, ez már megvolt, mert ugye egyszer már megcsináltam ezt. Jó, akkor most ugye beálltom a hangot, srácok, még egy picikét lejjebb veszem, egyébként nagyon le van véve már így is, de akkor lejjebb veszem, és akkor nem lesz olyan idegesítő. Jó, rendben, continue. Jó, és akkor kell nekem egy olyan, hogy várjunk, itt most nincs izé? Nincs options? Itt a menüben nincs ezek szerint. Jó, akkor majd később. Na jó van, és akkor most választhatok, hogy melyik Demolition Racing. Szerintem maradjunk ez a N-nél, aztán majd átmegyünk erre, aztán majd ahogy föloldódnak, úgy követjük szépen. Jó, nem állítottam be. Basszus, tovább lépett. Igen, furcsa, mert most már a... Köszönöm, ó, Milánka, köszönöm szépen a hostot. Szóval furcsa ez most, mert ugye csak izét játszottam eddig, ilyen single race-t, és ott szépen végig kellett menni a menün, és mindig beadta a beállításokat, hát ez most itt nincs, itt kapásból, ahogy Enter-t nyomsz, már megy is. Adi Tomi, neked is köszönöm szépen a hostot. Na, szóval, 103 néző? Gyerekek! Köszönöm szépen, hát ezt mondom, ilyen 30-40 nézőre számítottam max. Jobb esetben 50-re. Jó, még mielőtt tovább megyünk, srácok, beállítom ezt a dolgot. Ha be tudom állítani, standings, difficulty, na igen, itt van difficulty. Amatőr, igen, ez a közepes szint, szóval ez be van itt állítva, jó. Igen, autotuningolás, ezen majd, szerintem ez most nem tudom mennyire fog menni. Ezt a részét még én se ismerem. De mondjuk nyertem már ilyen alkatrészeket, mint reward. Jó, nem nagyon látom itt a, ez a qualifying. Na itt van végre a settings, na ezt kerestem. Hol van? Audio. Látjátok, ennyire 8%-on van a hangereje. Úgyhogy akkor most leveszem 5%-ra. Ha nagyon hallgok, akkor szóltak. Jó? De szerintem ez így pont jó lesz. Na jó, nem belső nézetezünk. Most maradunk ennél. Na ez már jobban roncsderbisebb, mint az előző volt. Igen, ugye elvileg úgy kéne menni ezzel a... ebben a játékban, hogy a kocsi orrát, tehát ott, ahol van a motor, megóvni. Tehát valahogy az tehát csak neki menni oldalt a többi autónak, vagy esetleg a seggével neki tolatni, de az orrára vigyázni kell, mert ugye ott van a motor, és ha az megsérül, akkor kigyullad, meg füstöl, meg lassabb lesz tőle a kocsi, meg ilyenek. Szóval nagyjából vigyázni kéne rá. Persze az nem annyira egyszerű, amikor itt torlódnunk összesen. Összesen? Szóval ilyen sokan. Jó, 12 per 24. Itt a 12. helyen kell végeznem, ahhoz, hogy elfogadja az eredményemet, ha jól tudom. Igen, most 13-ra ugrott, és egyből be is pirosodott, szóval akkor 12. hely minimum kell. Eddig 9, ez nem olyan rossz. Na és ez az amatőr szint, a közepes szint, szóval itt még azért éppen csak van esélyed előzgetni. Nem tudom, milyen lehet egyébként hardon, tehát azért itt is azért 3 köröd van arra, hogy első legyél. Mert mondjuk ez még csak a qualifi, tehát az időmérő edzés úgymond. Itt fog eldőlni, hogy hanyadik helyről indulunk az éles versenyen. Ugyebár úgy, mint a Forma 1-nél. Úgy gyerek, ez a játék, ez baromi jó. Hát én komolyan, én nem is hittem volna, hogy engem egy játék ennyire el fog tudni még kötni. Komolyan, ez egy baromi jó játék. Pedig alapvetően az ilyen single player-es versenyzésekkel annyira nem vagyok oda. Tehát gépek ellen menni az nekem olyan, nem tudom. De ez baromi jó, ez nagyon tetszik. Igen, itt most nem annyira számít, hogy kilököd-e, mert még ha kapsz is érte pontot, azt hiszem, hogy az nem jegyződik sehol. Bár nem is hiszem, hogy kapsz, mert ugye most nem az számít. Hogy várjál már! De várjál már, most mi az, hogy winner? Oké. Ő nyerte, az rendben van, de most akkor ez... Igen, qualifying, jó van, akkor csak jól mondtam. Hát ötödik vagyok, ötödik helyről fogok indulni. Hát mindegy, nem olyan rossz ez azért, szerintem. Ja nem, most jön a semifinal. Elődöntő, azt hiszem, ez az elődöntő. Jó. Na,
Hát akkor srácok, szerintem ennyi. És akkor most jön az elődöntő. Gondolom itt ugyanaz van. Megint csak benne kell legyek az első 12-ben. De várjál most, 9. helyről... Ja nem, ez most nem az, jó. Ez most csak az elődöntő, szóval most nem számít, hogy az előbb anyadik helyen végeztem. Azt hiszem. Az autó mozgása egyébként baromi jó, srácok. Tehát olyan szinten... Hogy mondjam, ahhoz képest, hogy billentyűvel irányítom, egyáltalán nem érződik az, hogy nehéz lenne, vagy nem lenne reális, vagy küszködni kéne, és egyébként úgy játszok, hogy több segítséget ki is kapcsoltam, amik ugye alapból bekapcsolva voltak, mert én meg nem szeretem azt, amikor nekem mutatja az ideális ívet, mert az olyan, az nagyon, nem tudom, az nagyon komolytalan nekem. Ja, és a törés az pedig realisztikusra van állítva. Nem ilyen árkád, meg mit tudom, hanem realisztikus. Szóval a legkeményebb, mert úgy vagyok, hogy autós játék, hogyha már autós játék, akkor abban törjön az autó. Igazából a GTA, az pont ez nem tetszett a GTA-ba eleinte, hogy nem realisztikus a törés. Menj már innen! Engedj már előzni! Úgy, menj ki! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kekszes csaj! Köszi, hogy itt voltál eddig. Hello! Jó, srácok, ott van az első, azt kéne megelőzni. Szerintem, hogyha ezt megelőzöm, bár nem tudom, hogy ő hanyadik helyen végzett az előbb, hogyha ezt megelőzöm, akkor összetettben első leszek, és akkor az éles versenyben előről fogok tudni rajtolni, az első helyről, és akkor beírom, hogy első. Haha, 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 ja? Nem. Na, és akkor ott van az első hely. Menj már innen, adjál. Egyébként vannak olyan pályák is, ahol ilyen útkereszteződésbe kell átmenni. Na, az baromi jó, amikor egy tömegbe oldalon belerongyolsz. Az ott milyen baleset volt! És finished! Tessék, ott van, első hely. Oké, és akkor összetettbe, mutasd, to final, első hely. Yes! Updating cars. És akkor, bla 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 bla. Jó, szerintem akkor ez így, ott az első hely, srácok. Mindenki mögöttem van. Na go, megpróbáljam belső nézetből játszani? Mondjuk így feelinges, ha már autó, de hát fene tudja. Na jó, ez szerintem nem annyira lesz így jó, gyerekek. Furcsa ez így. Á, baromi jó az a játék, srácok, nagyon tetszik. Na, ez a kamera jó nekem. Amikor egész el van távolítva a kamera, és kicsit föntről látszik az autó. Chicken dinner? Azt mondod, Andi? Na akkor lesz most is egy csirke, jó? Ilyen motorházatűn főt vagy sűrűt csirke. Á, ezt nagyon elbénáztam. Nagyon kicsúsztam, ideális ivaz Nukumi, Csabinyó. Jó, hát még igazából tök mindegy, mert lehet, hogy be kéne állítani egyébként nehéz fokozatra. Megnézni, hogy úgy mit tudok. Mert ez így elég egyszerűnek tűnik. Első hely ide vagy oda, nagyon távolodok tőlük. De majd meglássuk. Na, szóval akkor a képminőség még mindig jó, gondolom, a hangminőség gondolom már jobb, mert így most már elég halk a játék. Egyébként tényleg jobb a fülemnek is. Best lap! Wow, gyerekek, micsoda drift, kár, hogy túlcsúsztam. Jó, hogy 6 körös! Oho, jó. Oké, most látom csak, hogy 6 kör. Azt hiszem, hogy ez is csak 3, vagy 4, de 6. És szerintem ebből, srácok, ha normálisan versenyzek, akkor ebből még lekörözés is lehet. Amikor legelőször játszottam ezt a career módot, akkor volt lekörözés, és olyan szemét volt az utolsó, akit leköröztem, hogy megpróbált kilökni. Tehát engem, mint első helyest, megpróbált kilökni. Nem mondom, kösz, baszki. Csabi, te csak ne stresszel, hogy minden jó, csak érj végre be a célba, mert eddig nem sikerült. Ádám, nem is volt még eddig cél. Ez az első éles futam. Drága Ádám. Disno dinner? Nem már. Nem akarom, hogy valaki engem megnyerjen. Nem lehet tudni, kihez kerülök, tudod? Ez már milyen lenne? Ki tudja, hogy mit csinálna velem. Ja, Isten, nem. Hagyjuk ezt. Na.
1/24, pozíció, 5/6 a kör, gyerekek, és ott jön még csak az első, a második, szóval a mögöttem lévő. Hopp, azt a bóját elpakoltam. Mondom, ebből lekörözés lesz, srácok, már utolérem, ott van az utolsó. Na gyerekek, ez Easy Rider, ezt tényleg be kéne állítani olyan profi szintre vagy, szóval nem tudom. Háromféle fokozat van, ugye ez a közepes, szóval egyen nagyobbra, maximálisra, és akkor megnézzük, hogy úgy mit tudok. Aztán az is lehet, hogy ilyen nagy pofára esés lesz, hogy te jó Isten. Ez ennyi, izé? Ennyire kemény, és ott van a második, vagy a második utolsó. És srácok, szia macsika, hellóka. És ott van, meg kéne előzni még a cél beérkezése előtt, vagy mi az Isten előtt. Még mielőtt beérkeznék a célba, de megcsúszok. Na, itt van a célvonal, igaz? Elvileg. Nem? Na, menj még egy kicsit, az ott van, most megelőztem, vagy nem? Mindjárt kiderül, hogy ki írja el, hogy lekörözött-e. Gyors, nézzük meg. Hát itt azt nem nagyon írja. Csak azt, hogy mennyiben van mögöttem. Hát gyerekek, ez elég egyszerű volt. Vagy nem, mi van? Várjál. Most akkor, várjál, most akkor mi van? Mi csak most jön a final? Vagy... Rossz. Na most azt nem értem. Mi van? Na mindegy. Nem tudom. Amikor bekövet valaki, akkor olyan, mint a lehúznád a felest. Lahorka azt az animációt egyébként Atról csinálta, aki csinálta azt a Csabinyó újabb kalandjai animációt. Az abból egy jelenet tulajdonképpen, csak ezt én valahogy megtaláltam még nagyon régen, megtaláltam neten, illetve nem is én találtam meg, egyik haverom küldte át, hogy mit talált, és mondom, akkor jó lesz. Csak akkor még én sem tudtam, hogy ez miből van. Na jó van, gyerekek, pipa. Mondjuk azt nem értem, hogy ez itt miért ilyen pipa. Tehát, hogy ez ilyen barna pipa, ez meg ilyen zöld. Na mindegy. És akkor most jön a Demolition Racing Series. Na jó van. Igen, ez is körverseny lesz. És akkor, srácok, kezdjünk bele ebbe is. És egyébként rengeteg, ha ezen végigmegyek, akkor van még egy fajta, mert ez most ugye a junior kategória, aztán lesz majd még egy kategória, egész addig megyünk, amíg már világbajnoki címért, tehát szó szerint világbajnoki címért fogunk versenyezni, majd ezt lejátszom, és akkor megmutatom, hogy mire gondolok. Gyerekek, 111 néző, mi az Isten? Komoly? Hát, én csak örülök neki. Egyébként remélem, hogy a játék is tetszik nektek, srácok, mert nekem baromira bejön. Esküszöm, most ezzel sokkal jobban játszok mostanában, mint a PUBG-val. Ami pedig nagyon nagy szó. Na azt mondja, Midwest Moto Center. Welcome to... Ilyen a pálya. Na jó. Akkor, difficulty... Nem tudtam beállítani. Mondom, azt akkor előtte kellett volna. Jó, és akkor ez megint csak egy ilyen időmérőféleség, gondolom. Szerintem legalábbis. Na ezen a pályán viszont nem voltam. Ja igen, ez volt már az a pont, amit már nem játszottam le, és inkább mondom live-ba. Szóval innentől kezdve nekem olyan pályák jönnek, amiket mentem ugyan, de csak single playerbe, vagy single race módban, de nem ilyen karrier módban, szóval ez most innentől kezdve nekem egy picikét furcsa lesz. Hát igen, látszik is a helyezésemen, 6/16. Ez az. Na, engedjél! 4. Na, ez a pálya viszont nekem tök új, srácok. Ezen egyáltalán nem voltam még. Semmilyen módon. Na jó. Na jó. Jó. Három körös, most nézem csak, hogy három kör, jó. Jaj, de szépen vettem ezt a kanyart, srácok. Ez szép volt, még tőlem is. Ne. Na tudtam, hogy neki megyek a guminak. Amúgy baromi jó, hogy ennyire rombolható az összes ilyen útmenti akadály, meg reklámtábla, meg mit tudom én, a kerítések például. Szóval nem az van, hogy neki mész, és akkor így visszapattansz róla.
hanem itt tényleg rombolható a pálya, úgymond. Utól kéne őket élni, srácok. Mondjuk lehet, hogy nekem jó ez a fokozat. És nem kell ezt nekem átállítani, mert ez például egy olyan pálya, hogy ez már nehezebb, mint az előző. Valamivel. Ja, és a másik, hogy tényleg nagyon jól roncsolódnak a kocsik. Na, meg lesz még ma? Ne. Az Isten itt, miért? Na jó. Ott valamiért mindig kicsúszik a kocsim, és nem értem, hogy miért. Jó, hát ez csak egy harmadik hely lesz. Na mindegy. Nem baj. Aki most jött a live-ban, annak üdv. Örülök, hogy itt vagy a Premier live-on. Tulajdonképpen mondhatni ezt annak. Na jó, nem baj. Akkor majd most. Most meg kéne próbálni egy első helyet, és akkor talán összetettben leszek az első megint. Hát nem tudom, Andi, igazából, hogy mennyire repülnek. Mondjuk az tény, hogy amilyen... Hoppá! Hagymás bab küldött egy dollárt támogatást. Azzal a szöveggel, hogy béna. Köszi szépen az egy dollárt. De nem vagyok béna, jó? Előbb első voltam, mit akarsz? Miért lennék béna? Közben nézem a csetet. Jaj, te voltál? Te voltál, Ádám? A hagymás bab? Jaj, Istenem. Na jó. És csak egy dollárt? Komolyan? Na jó, tőled azért elvártam volna egy kicsit többet. Na jó, nem. Köszi szépen. Na. De várjál már. Ez most... Jaj, azt hittem hirtelen, hogy másik pálya. Vagy ez most másik pálya? Vagy most mi van? Ez egy másik pálya, srácok. Ismét jött valami donét, amit én most nem látok, hogy mennyi, mert már versenyben vagyok, de köszönöm szépen. Jó, srácok, ez egy másik pálya. Akkor ez az előbb nem volt már ilyen elődöntő, meg ilyenek, meg időmérő verseny. Akkor az már éles volt. Ó, basszus, ha tudtam volna, akkor jobb módon figyelek, és nem csak egy harmadik helyet hozok össze. Na mindegy. Se baj. Majd akkor most. Három köröm van rá, hogy első legyek igazából. Ezen már csak meg lesz, mert mondjuk elég rövidke pálya. Azon gondolkozok, hogy itt vajon van szélárnyék, meg ilyesmi, mint a GTA-ban. Nem, túl gyors! Túl gyors, túl szar az ív. Na? Ajjaj. Itt megint fékezik el, mert itt megint élesebb kanyar van. Legalább már közelítek hozzájuk. Ki kéne tolni a francba? Ah! Bakker! Na jó. Oké. Jól elcsesztem. Az meg ott nagyon jön. Hoppa, hogy kipateroltam? New rival? What? Na! Új rivál is? Na, ezt nem láttam még, ez olyan mi lehet, srácok? Valamelyik versenyző úgymond kiszemelt riválisnak? Vagy a riválisom lett? Ó, ez pont! Ez 100 XP, srácok! Egy ilyen elfordítás, vagy kipörgetés. Igen, mert ugye... XP-ket lehet kapni, és lehet szinteket lépni, azt már láttátok, gondolom. Jaj! És ennyi. Hatodik hely! Nem! Ez szar! Ez nagyon szar, és ott nagyon elcsesztem akkor, amikor ott volt az a tumultus. Ajjajjajjajjaj! Luti 555, mostantól hoztol téged, köszönöm szépen! Na jó, hát ez ennyi volt, srácok.
Igen, level 5 mindjárt. Jó, hát akkor ez Reach került sajnos. Ja, és amint észrevetétek, most már nincsen loot, srácok, innentől kezdve nem is lesz a loot, mert ugye a legutóbbi, még YouTube-os live-omban elmondtam, hogy igazából olyan keveset fizetnek, hogy nekem így nem éri meg. Van, akinek megéri, de nekem így nem. Hogy kitakarja a képernyőnek nem tudom hány százalékát, nem beszélve arról, hogy a live-okba, amit a videókban, amikor már a live-ok videókká válnak, és nem élők, azok akkor is ott vannak. Tehát nekem ez így nem éri meg. Ádám Gaming, emberek a gyökér viccekért megy a pihenő, és azért is, ha valaki az ilyenre reagál. Köszi a megértést. Na, most valami olyan történt, amit nem láttam. De köszi Ádám a moderációt. Igen, srácok, a moderátorok itt is végzik a dolgukat, ahol YouTube-on, úgyhogy nem érdemes. Na. Akkor ez egy új pálya, srácok. Ahogy látom. Mondjuk ennek a játéknak, srácok, baromi nagy erőssége az, hogy full grafikán is ilyen gyönyörűen akadásmentesen megy. Nem laggol, nem szaggat, nem érzékelhető rajta, hogy fogja a gépet, vagy valami. Főleg még stream közben is. Tökéletes. Pedig féltem tőle, hogy itt azért ki fog jönni, de nem. És csumán megy, tehát ultra grafikán. Ne lögdössél! Jó, akkor gumizunk. Amúgy egyet hiányolok, méghozzá az, hogy nincs benne eső. De valószínűleg azért nincs benne eső, mert az ilyen versenyeket esőben nem szokták megtartani, gondolom én. Ez a pályás srácok teljesen ismeretlen. Abszolút, ez nem voltam még egyáltalán. Negyedik hely. Nem baj. Harmadik helyre visszahoztam azért, és megtartottam nagy nehezen. Ez az. Meg kéne csípni azt az első helyet, srácok. Az az előző hatodik hely nem volt valami jó. Az a baj. Gumi, de nem jó így! Na! Új rivál? Ja, hogyha valakivel így ütközök, karrier módban, akkor valószínűleg azt amolyan kihívásnak tekinti? Vagy valami ilyesmit jelenthet ez? Jó, srácok, a kocsi bal eleje teljesen megvan. Szét van deformálódva. Jó, gumizok. Nem. Na jó. Na, ez viszont nem volt reális. Ez nem volt reális, srácok. Mit csinál? Jó, ez nem volt reális. Ez a gurulás, ez nagyon nem volt reális, ez nagyon el volt nagyolva. El volt túlozva. Ez nem volt jó viszont. Meg aztán, amit pattogott még ott. Na mindegy, hát srácok, jól elcsesztem. 16. helyre vissza! Ne már! Hát de ne már! És winner, és utolsó! Cseszd meg! Azaz! És nem tudtam kilöpni, és... Nem mondok semmit. Szabd a csöcsömet! Ennyit, Max. Jó, van 16. Gyerekek, így el kulni! Hát nem igaz. Úristen! Jó, most becsületes leszek, és nem viszem csak azért. Tehát nem restartolom, nem. Úgy veszük, mintha realisztikus lenne, és az életben lenne, és nem. Nem, azért megyek amerikai zászlójú mintás kocsival, mert az alapból ilyen, tehát alapból ezt adja be. Nyugi, ha tudnám, változtatnám. Jaj, Ádám, köszi a klippet, majd megnézem. Jó. Na. Akkor ez ilyen volt, srácok. Most akkor azt nem tudom, most akkor ilyenkor mi van? Mert ugye utolsó helyen végeztem, valószínűleg... Igen, jelenlegi helyzeted itt van, a pontok 125 per 400.
Tehát akkor 400 pont kéne? Vagy most ez hogy van? Most tovább enged? Jó, nem teljesen tiszta nekem még ez a carrier mód. Aki esetleg tud, restartolja, mert nem fogok tudni tovább menni. Honnan tudod ezt, Lezu? Jó. Hát figyelj, ha most nem enged tovább, akkor majd azt fogom csinálni. De azért remélem, hogy nem lesz ez szükség, mert nem szeretném. Igen, Ádám jól írja, srácok, ha majd partner leszek, az valószínűleg akkor lesz egyébként, hogy a YouTube-on elérem a 200 ezer feliratkozót, és azért, mert még szeretnék ott egyetlen live-ot csinálni, a 200 ezer feliratkozó alkalmából, azt nyilván YouTube-on, mert ugye ott érem el, és aztán akarok majd partner lenni, mert ha partner leszek, akkor viszont már nem lehetek tovább, most nem live-oztatok többet a YouTube-on, úgyhogy ezt muszáj megválni sajnos. Na, egy hajfonás, srácok, pillanat. Jó, és akkor mehet tovább. Na, ez a pálya megint... Voltam már rajta? Ezen voltam egyszer, azt hiszem. Ez ismerősnek tűnik. Igen. Jó, oké, azok ott ütköznek, nem baj. Ez az! Az nekem pont, ugye? Mit csinálsz? Marha répa! A hülye! Mekkora marha! És kő szívta meg, kiment a pályáról! Mekkora gyállat! Na jó, így jártál. Nekem ez a harmadik egy tökéletes. És a kocsim, ahogy elnézem, csak előbb van megsérülve egy kicsit. De nem vészes, mert nem annyira piros még. Inkább olyan halvány rózsaszín. Nem. Ez most ki akart volna lökni, állítom. 3/16, srácok. 3 kör. Na. Ezek most már jobban mennek, nekem úgy tűnik. Halljátok? Lehet, hogy csak az első versenyek voltak ilyen lájtosak? Mi az a mínusz egy, amit kiírt, az olyan mi? Látom már többször is, csak nem tudom, mire vonatkozik. Ez éles kanyar, ez nagyon éles kanyar. Előbb itt próbált kilökni ez a kék autó. Na 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 na. Hagyjál. Jó, második hely. És van még több mint egy köröm arra, hogy első legyek, és megelőzem azt ott. Remélem, hogy össze is jön. Mondjuk így nem biztos. Na. Nagyon mellett... Hát nem mellettem, de mögöttem van. Udajön gyerekek, udajön. Ez nagyon megy az első, srácok. Azért azt tudom, hogy ez egyszerűbb lesz majd megelőzni, és itt az a nagy kanyar. Igen, és most meg lesz. Meg lesz, mert ha más nem, akkor kilököm. De nem is kell. Ne! Ne már! Most komoly! Ne csezd meg! Rohadt! Ezt nem hiszem el, srácok. És az utolsó körben, amikor már megelőztem, megint felborul ez a dobókockás pöcs. Francba. Istenem, Csabi emojik remélem lesznek. Figyelj! Winner, jó? Mindegy, ezt is elcsesztem. Figyelj, teljes mértékben... szóval teljes mértékben most először, illetve másodjára live-ozok, de nagyon régen volt az ezelőtti Twitch live, szóval nekem ez a felület még tök új, nagyon sok funkcióját nem ismerem, meg még nem annyira értem, meg szokatlan, biztos, hogy lesz majd később minden, ez most amolyan test live, jó? Tehát azért is írtam, azért is mondtam az elején, hogyha valamit nem értek, vagy furcsa, blablabla, bla, bla, akkor azt nézzétek el, bele kell jönni ebbe is. Ebbe is bele kell jönni. A YouTube viszont valamivel egyszerűbb, mert ott jóval kevesebb funkció van, mint a Twitch-en. Tehát ott nem volt olyan nehéz megérteni. Na most akkor csak nem engedett tovább, mert akkor
Na jó, tehát akkor ezt akartam nektek mutatni, hogy most ebbe a kategóriába vagyok, ebbe a Regional Juniors-ba, és aztán jön majd, gondolom, a National Amateurs, aztán a Challengers, aztán a Pro Internationals, és aztán a World Masters. Tehát ezeken mind végig kell menni, és gondolom, hogy mindegyikben ugyanilyenek, tehát ugyanennyi kategória van, vagy legalábbis ennyi kategória, és gondolom, hogy lesznek majd benne még buszversenyek, meg van benne aratógép, aratógépekkel is lehet versenyezni, meg olyan kis kacsacsőrű emlőssel, szóval mindenféle mód van ebben, és azért ebbe is rengeteg verseny van, srácok. Ez egy jó pár live-ot ki fog tenni. Tehát ezt mindenképpen live-ba szeretném ma játszani. Azt mondja, te akkor megcsináltad ezt a teljes szériát? És akarom resetelni? Várjál, most akkor ezt nem értem. De ha ezt megcsináltam, akkor miért van a többi lelakatolva? Miért nem enged tovább? Vagy most előről kéne kezdenem? Mert ott van, hogy 180 per 400, 185 per 400 pont. Ja, igen. Igen, akkor Gergő, te jól írtad most is, meg az előbb is, hogy akkor ezt most mindenképpen újra kell vinnem, mert ugye itt megvan a 200 per 200, itt is megvan a 200 per 200, amúgy itt látható, most, na így nem, de ott, mindegy, és itt viszont csak 185 per 400, még a felét se értem el a pontszámoknak. Na jó, hát akkor srácok, reset, oszt akkor előről, de akkor is világbajnok leszek, ha törik, ha szakad. Az biztos. Andi lehet, hogy itt van, Zoli, csak lehet, hogy hallgat. Csendben figyeli, hogy rosszalkodtak-e. Updating cars. Viszont most azt nem értem, hogy ilyenkor a megszerzett XP-ket, meg pontszámokat megtartja vajon? Meg a szintet? Gondolom csak megtartja. Azt nem, gondolom nem vonja vissza. Ó! Bau Robi, $1 támogatás. Nagyon szépen köszönöm. Ezt most láttam, mert pont nem voltam versenyben. Na srácok, akkor előről. Előbb jól elcsesztem ezt az egész kategóriát, úgy, hogy van. Úgyhogy akkor most előről. És megszerezzük azt a 400 pontot, ami kell. Nem lögdösödöl? Mondom. Föl ne burulj megint, mert hülyét kapok tényleg. Nem jó, hogyha fölborulsz. Jaj, innek fékezek. Jó, eddig még jó. Nem jó, így már nem jó. Nem, hagyjál. Be kéne férni itt a kettő között zsír. Na, így akartam. Jó, azokat meg el leszek majd hátul. Jó, azért most már simább, hogy valamennyire ismerem a pályát. Sokat számít egyébként a pálya ismeret. 3 per 16. Most azt nem tudom, hogy ez a pontszám ez hogyan adja vajon? Hát, hogy mitől függ, hogy melyik versenyen hány pontot kapok? Mert nyilván helyezéstől is, de hogy mindenképpen elsőnek kell vajon legyek, vagy nem? Azt nem tudom viszont. Ki kéne tolni az elsőt valahogy. Mondom, ki kéne tolni valahogy az elsőt? Akkor pukkadj meg! Viszont első lettem. Nekem így is jó. Nekem így is tökéletes. Úgy valaki nagyon szétrombolta ezt a gumifalat, srácok. Nagy tumultus volt ott. Srácok, amilyen béna voltam az előbb, most olyan jó az első hely, olyan laza. Utolsó körül vagyok, hát már csak meg lesz. Remélem. Mondjuk így nem, ha kicsúszok megint. Igen, az előbb így csúsztam ki többször is. Arra a kis földsávra. És itt az utolsó kanyar. És most már meg lesz az első hely. Srácok, ezt már nem veheti el tőlem az atya úristen se. Nagyon zsír.
Aki most jött, annak üdv, én meg iszok egy kort tizet, srácok, mert kezd kiszabadni a szám nagyon. Na, első hely. Na, Neon Gamer, ó, most látok csak, hello. Na, srácok, ez az első hely megvolt. Nem tudom, hogy a pontszámot ilyenkor kiírja vajon valahol? Vagy csak a legvégén tudom megnézni? Hát csak írja. Ide sem kaptál értesítést? Föl voltál iratkozva? Mert ha csak utána voltál feliratkozva, akkor nem kapsz, de most már világ kinek kapjál. Bár mondjuk nem tudom, hogy a YouTube-nak, a Twitch-nek az értesítés rendszere hogyan működik. Mondom, nem ismerem még annyira a felületet. De gondolom, hogy jobban, mint a YouTube-nál, mert annál csak jobban lehet, hogy működjön valami az a helyzet. Igen, egyébként meg a YouTube-ra kiírtam. Fel voltál? Hát, akkor nem tudom. Na, a pontjaim, hol vannak a pontjaim? Bla 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 bla, nem látom a pontokat, itt nem. Jó, mindegy. Na, akkor megint csak első hely, srácok, a cél. Már lehet, hogy az első három is éppen elég lesz. Na, 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 na. És most más a napszak? Jól látom? Hopp! Az kipördült, és kár, hogy nem kapok érte pontot, pedig miattam pördült ki. Mármint ennyire. Ajajajajaj, igen, ez is egy éles, éles kanyar. Hopp! Pont nekem? Csabinak pont nem? Csabinak nem pont. Ezt ki kéne viszont lökni meg itt valahogy. Na ez már pont, ez már 100 XP. Milyen személyiség így játszani, de hát ez így kell. GTA-ban mondjuk ez nem annyira tetszik, amikor valaki egy csinál. De ebben meg így kell. Aztán majd gondolom, hogy lesz sima roncs derbi is. Tudjátok, amikor egy nagy arénában vagyunk és szét kell törni a másik autóját. Gondolom, hogy lesz majd olyan is. Egyébként volt régen egy játék. Valamikor 1995-ös játék talán. A Destruction Derby, ez volt a címe, és az volt az egyik olyan játék, ami egy baromi nagy játék volt. Tehát nekem, mint kezdő számítógépes emberkének nagyon-nagyon-nagyon nagy játék volt, és arról egyébként csináltam a YouTube-ra videót is, egy ilyen kis bemutató videót. Pocsé, pixeles grafika, de már a korához képest is nagyon jónak számított akkoriban. Az is ilyesmi volt. Csak hát nyilván jóval kevesebb pályával, meg autóval. De baromi hangulatos volt. Ott még kommentátor is volt, tudjátok, amikor így hangszoróból végig kommentálja a teljes versenyt, hogy ki lökött ki, kicsodát, hogy lökte ki, mi az Isten? Azt hittem, hogy elvittem a izét. Azt az oszlopot. És ott van, srácok! Oda se nézek is már első hely. Na! Jól van. Pontszámot akarok látni. Valahol ír már, hogy hány ponton van. Hát, az a 121 az az lenne? Szerintem az nem az. 1010 kredit. És kaptam ilyen Radical Cut for Racket. Ez valami hűtő, gondolom. Nem tudom, nem értek a kocsikhoz. Ott van a pontom, 100 pont. Jó, mindegy, srácok. Kihoztam belőle a maximumot, sőt, még szereztem XP-t is. Azt nem tudom, pontnak számolja be, de szerintem nem egyébként. Mondjuk a fene tudja. Ú, gyerekek, milyen smiley-aitok vannak. Atya, ó, Isten. Ja, hát Ádám ugye Prime-os. Persze. Na. Most mi van? Várjál, most új verseny jön, vagy? Ja, új verseny. Persze, mert az előbb azt hiszem, innen nem mentem már tovább. Azt hiszem. Mindegy, majd jön a pálya és meglátom, de szerintem igen. Gumicsirke, hello! Neked is üdv! Na?
Jaj, gyerekek, milyen izéket nyomtok? Mi ez a polivat? Atya Isten. Jó van. Na. Nem, ez a pálya még volt. Nem? Azt hiszem, ez a pálya ez még volt, srácok. Szerintem ez még volt. Nem, nem volt. Hogy volt? Nem, ez nem volt. Nem, ez nem... Hogy volt? De volt, 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 persze, hogy volt. Volt. Most már beugrott. Hopp, hopp, hopp. New rival. Rival, vagy rival. Nem tudom, hogy kell kérteni, mindegy. Szóval rivális. De volt ez a pálya. Persze, hogy volt, ez a kanyar, ez tetszik, és ójjajjajjajjajjajj. Köszönöm a 100 XP-t, spin out. Ne lögdösödj, bakker! Tudjad már, hol a helyed? Mindjárt megszívja, mindjárt kilökik. Az ott nagyon elhúzott, srácok, az első helyzet nagyon elhúzott. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Ah, bakker. Túlcsúsztam, túl későn fékeztem. Ú, gyerekek. Ez a sok emoji. Nagyon elvagytok ti a cseten, nem baj. Nem baj, pörögjön. Kivételesen. Amíg a modik meg nem unják. Nem tudom utolérni az első srácok, hát nem tudom mi van. Most ennyire sérült volna a kocsim, vagy valami? De csak nem. Bakker, ez nagyon megy. Mi van veled, ember? És utolsó kör. Ez volt a best lap, és köze final lap is. Viszont most ezt jól vettem, ezt a kanyart. Igen, most talán csak meg lesz. Igen, most így meg lesz, főleg ha még így izgelődik, mozgolódik. Jó, srácok, első hely! Na, nem hittem volna, főleg, hogy ennyi idő múlva utol is érem. Az előbb még úgy eltűnt, valaki megint donételt, ha jól hallom. Nem, ez nem donét hangolt, bocsánat. Lukács, köszönöm szépen a hostot. És kacok, ott lesz az első hely. Hát az előbb amilyen béna voltam, most ez olyan easy volt. Pedig már itt agyaltam rajta, hogy át akarom úgy állítani ízére a legnehezebb fokozatra, de az előbb azt mondtam, hogy inkább ne, hát akkor ezek szerint most már megint összejött. Na jó van. Megint kaptam valamit. Mi ez? Driver Cage for Rocket. Driver Cage. Jó, hatos szint lassan meg lesz egyébként. Egy néző, az is én vagyok. Nem baj, Lukács. A lényeg, hogy köszönöm szépen meg, hogy hoztolod. Na, még mindig 96 nézős, kacok. Jó, következő futam. Sandstone Raceway, Short Route. Ja igen, ez a rövidített verziója, azt hiszem. Mert ugye minden pályának egyébként van többféle verziója. Tehát van, amikor alap menetirányba mész, van, amikor visszafele mész a pályán, van, amikor rövidített, van, amikor úgy van beállítva a pálya, hogy keresztezésbe kelljen átmenni, és akkor ott ki tud lökni a másikat. Szóval több, tehát egy pályának sok-sokféle variációja van. Úgyhogy igazából elég változatos játék, és egyébként meg baromi sok pálya van benne. Tehát alapból nagyon sok pályát tartalmaz. Meg is lepődtem, mondom, hát van vagy 20 pálya benne, az biztos. És azért az nem rossz. 300 per 400 pont. Jó, hát akkor most megint egy első hely kéne. Igen, mert az előbb gondolom azért dobott ki engem oda a menübe, mert már nem is lett volna esélyem megszerezni azt a 400 pontot. Úgyhogy bele se kezdtem. Tehát akkor ez lett volna, ez a pálya lett volna akkor, gondolom én. Javítsatok ki, ha nem így van. Hát Lukács, ez a terv, a partnerség. De várjál, ez a pálya is volt az előbb, nem? Hogy nem volt? De, volt. Hogy ne lett volna? Csak éppen az előtt nem tudtam rajta érvényesülni, mert fölborultam, mert minden bajom volt.
Igen, volt, hát ez a kanyar. Ez már annyira emlékezetes. Ó, srácok, nagyon gyönyörűen megyek, most nem azért. Ne lögdös már, az Isten húzzon meg, ott van, gondolom. Nézd meg, a marharépa. Hát mekkora hülye? Hát... Ne lögdös, nézd meg, ez is mindjárt ki fog csúszni is. Azt hittem, hogy megpróbál kilögni, de nem. Hatodik hely, a gyerekek, ez már nehezebb. Legyen már meg az a 400 pont. De halljátok, hogyha ilyen a izé, a junior kategória, akkor milyen a többi? Most már kezdek tőle félni. Oj, ne! Ne, nem baj, jó volt, jó volt, jó volt, jó volt, összejött. Viszont remélem, hogy a srácok most nem sikerül esetleg összehozni a 400 pontot, akkor nem kell az egészet előről, mert az nem lenne jó. Tehát jó lenne, jó opció. Bár mondjuk a restart ott van. Ja tényleg a restart. Akkor gondolom az csak az adott versenyt restartolja és nem az egész kategóriát. Vagy szezont, vagy hogy mondjam. Na. Hát srácok, ebből még lehet akár egy első hely is. Ha ügyes vagyok, főleg ha ezt így kilököm. Ó, 200, 200 XP. Hú-hú. De miért? Hát csak egyszer pörgettem meg. És ott az első hely. Jéj! Még rimelt is. Igen, meg lesz ez, srácok, meg lesz. Ha csak megint nem borulok föl a végén, tudjátok. Az utolsó kanyarnál azt hiszem ott volt. Áh, ez az. És a kocsim nincs is annyira megsérülve, azt nézem. Éppen csak halovány. Ajjajjajjajjajjajj, és itt a cél. Srácok! Négyszer első hely. És ott van. Ha-ha! Király! Csabi, mikor lehet rám szubolni? Lukács, akkor lehet rám szubolni majd, hogyha elérem a YouTube-on a 200 ezer feliratkozót, akkor becélzom a partnerséget, addig is próbálok itt minél többet live-ozni, becélzom a partnerséget, de csak azért akkor, mert ugye akkor már nem lehet a YouTube-on live-ozni, a partner vagy, és szeretnék még azért egyet, majd amikor elértem azt a szép számot, egyet még YouTube-on live-ozni, de aztán onnantól kezdve már csak és kizárólag a Twitch. De addig viszont azért van még egy kis idő. Mire az meg lesz. Na jó. Srácok, ez is megvolt. Continue. És akkor... ez az Bangor Derby. Hú, gyerekek, na ezt meg aztán abszolút nem láttam még. Kocsi az ugyanaz. Tényleg amúgy kocsit azt nem lehet választani? Valahogy. Nem, azt mindig alapból beadja. Most ha meg kéne nézni a garázsba egyébként, hát a kicsikét föl lehet tuningolni a kocsit valamennyire. És akkor talán még gyorsabb lesz, sőt szerintem szükség is lesz rá előbb vagy utóbb. Kinguci 21, szevasz! Üdvözöllek a live-ban. Kocincsuk egyet a győzelmedre. Hát figyelj, meghívsz valamire? Mert nekem csak vizem van, az is egy pár korty már csak, sajnos. Hoznom kellett volna be. Mert akkor a Prime-ot mindig neked adom, akkor feels good man. Mi? Ezt most gondolom nem nekem írtad. Srácok, a lutz.com, a lutz, mi az Isten keres itt? Most nézem. Most látom csak, hogy linkeli. És itt van a Ronge Derby, srácok, amit mondtam. Ez a Ronge Derby. Yes! Na várjál, itt most már nem tudok bemenni a garázsba? Itt már nem lehet. Aj, de kár. Ú, gyerekek. Na ilyet nem mentem még, egyáltalán. És itt ugye... Elvileg jól lenne tolatva menni, hogy az órát, mármint a motort, ha lehet, akkor ne nagyon törjem szét. A többi autó amúgy úgy megy? Vagy csak próbálnak úgy menni? Aha, tolatnak. Legtöbben, legalábbis.
Úgy gyerekek, ez kemény kategória lesz. Ebben azért nem voltam olyan túl jó soha. Főleg így a tolatásból való versenyzésbe, de az ott jó volt. Az is 20 XP. Ha lássam, akkor az XP-kért már mindenképpen megéri. Na. Jó, most orral is ütközök egyet, srácok, de csak egyet. 50 XP. Jó, tolassunk. Tolassunk, mert ennek így nincs értelme. Hát szétmegy az eleje. Már mondjuk a hátulja is sérül, de ugye a motor nem ott van, tehát igazából addig nem gond, ha széttörik. De ha a motor tönkre megy, akkor ott annyi. Akkor ott kifújt a verseny, szóval arra vigyázni kéne. Aj! Ne! Forulj vissza! Ez az! Úgy gyerekek. Egy pár kocsi azért már széttört, ahogy látom. De mindjárt én is. Ne, kérlek, ne! Nem akarom rezetelni, nem akarom. Muszáj lesz. Fölborítotok? Valaki borítson már vissza. Kösz. Na jó. Az ott már roncs. Nem, még ment. Ez meg már roncs, ez már ég is gyerekek. Ez már mindent csinál. Ezek meg már az eleje nincs meg, ez meg már hogy néz ki? Mondjuk azért critical damage, de jó. Örülök. Ez is már ég, nem láttam, hogy ég. Amúgy hányan vagyunk? Heten vagyunk. Összesen, az már nem sok. Ne toljál. Ez az. 20 XP, nem, ki kéne kerülni. Ez az, oh yeah. Ja, hogy egy per, what? Ja, hogy ezt nekem el kéne érnem? Erről nem volt szó, hogy ilyen takedownokat kell csinálnom, vagy igen? Csak én nem láttam. Ne! Csak meg kellett volna kímélni a hátulját. Jó, hát most akkor ez kérdés, hogy ez most milyen? Jó eredmény, vagy nem jó? Vagy a fene tudja. A ötödik position. Hajaj. Nem baj, Ádám, megértem. Pedig a tiéddel, hallod, a tiéddel aztán még inkább nagy élvezet lenne eljátszani ezt. Milyen kocsival nyomatod? Hát ezzel az Amerika zászlós cuccal. Ne kérdez a márkáját, mert nem értek hozzá. Na jó. Hello. Kipipálta? What? Ez ennyi volt? Ez egy jó eredménynek számított, az ötödik hely? Hát akkor jó. Akkor... Ó, gyerekek! Várjál, lawnmower... Micsoda? Ja, igen. Most kell ezt. Igen, a fűnyíró. Na most fűnyírók a fogunk versenyezni, srácok! Jaj, ez nagyon állat lesz. És ha jól látom, akkor 8-as alakú pályán? Vagy ez most... Igen, a 8-as alakú verziója jön. Ez nagyon jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Ezek a póznák már csak ilyenek, Ádám, hogy eléd ugranak, amikor nem figyelsz. Na gyerekek, júj, ez jó lesz. Nem tudom miért, de erről a fajta járgányról valamiért mindig Andi ugrik be. Tudjátok, volt egy ilyen videóm, hogy fűnyírok az aszfalton, GTA-s videó, és akkor abban ilyenekkel mentünk, és az nem tudom, valamiért mindig Andi ugrik be, de az barom jó volt. Na jó, gyerekek. Na nézzük. Hát akkor belső ív. Ugye az a legrövidebb, megpróbáljuk megtartani. Igen, 8-as alakú pálya, szóval ha utolérem őket a kereszteződésbe, akkor aztán lesz itt mindenféle jóság. Ja igen, viszont ha itt leesek, akkor vége a versenynek. Mert ugye akkor vége. Akkor kész. Na ez jó lesz, gyerekek. Ez nagyon jó lesz. 3 kör, hát igazából nem olyan túl sok. Lehet, hogy nem is lesz a találkozás olyan nagyon. Ezek már szétestek? Ojj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 
versenyen nem mentem még viszont. Ez most nekem full új.
Azok majdnem elkapta. Igen, és itt kéne az kikerülni, de ne így! A franc. Belső nézés, srácok! FPS-be! Hogy nyomom neki, halljátok? Nem már! Fengó! Fengó megnyerte! Már vége? Ez ilyen rövid volt. Failed. Challenge failed. Hát akkor restart. Muszáj. Különben nem fogok tudni tovább menni. Úgyhogy akkor megint. Na jó, nem belsőzünk itten. Valahogy le kéne őket egyébként lökni innen. Mondom, úgy-úgy! Pontosan erről beszéltem. Azt még el is vitték a holttestét. Szerencsétlen Adam meg. Mit kapott, hallod? Ő se így tervezte a mai napját, állítom. Jaj, de jó. Ez most jobban megy azért. Ez az elején ez jó volt. Többit is volt, hogy le kéne pattintani onnan. Áj! Nem, megcsúsztam. Megcsúsztam. És megelőznek, nem már. Szóval akkor magyarán szólva mindenképpen elsőnek kell legyek, mert a második hely az nem elég ahhoz, hogy tovább jussak. Jó. Hát most messze vagyok az első helytől, mint az előbb. Pedig olyan jól indult. Az a bója. Na akkor innen. Á, gyerekek. Ez nem lesz meg. Á, most szarabb, mint az előbb. Ha ezek nem ütköznek a kereszteződésbe, akkor annyi. Na, megint ez a fengó nyert. Ki ez a fengó? Hát, mi ez? Negyedik. Hát akkor restart, srácok. Addig, amit nem leszek első. Próbálok én driftelni, de hát az nem olyan egyszerű. Egy fűnyíróval driftelni, tudod? Jó, most ez így jó volt még eddig. Na, ez a driftelés, és túlcsúsztam. A driftelésén meg kéne szokni valahogy, mert ez így. Ez az, ez most jó. Itt egy élesebb kanyarodás kell, és neki megyek annak a fosnak. Na, jó lesz ez. Most közelítek. Gyerekek, ez ilyen nehéz. Én azt hittem, hogy ez valami mennyivel egyszerűbb lesz itt nyerni. Vagy már is kéne hozzá, hogy ütközzenek ott a... itt. Hopp, viszem a hullát. Na, mász már le. Egy személyes járgány. De nem tudom utolérni, hát ez mi? Gyerekek, most ez... És közepes szinten játszok. Hát hogy mennek ezek akkor izébe? Full. Megint az a szerencsétlen. De rohadj már meg. A végén egy rage játékot fogtok látni tőlem. Azt tuti. Akkor restart. Akkor megint restart. Na. Jó, eddig oké, eddig nem is volt semmi gond. Valahogy így cseszem el mindig. Megcsúszik az autó, és túlságosan jobbra kormányzódik. Já, Istenem! Á, gyerekek! Mindjárt leköröznek valakit, az valahogy nagyon elcseszte. Itt is fekszik valaki. Ott van előttem az első srácok, aj! De már csak egy kör. Gyerünk. Final lap, best lap, jó, köszönöm. Ezek nem érdekelnek, is tovább csúszok megint. Gyerünk.
Az a baj, hogy az első nem hibázik. Nem csúszik ki, meg ilyenek, meg nem kormányozatul. Nem már, és megint első lesz. Fú, de súnyát mondtam most majdnem. Megint fél, nehogy már a második helyen ne engedjél tovább. Gyerekek, most nézzétek meg a lapokat, az időt, vagyis a time-ot, a time-oszlopot. Hát ennyivel volt előttem. Nagyon kicsi múlott. Na jó, hát akkor megint. Nyomd erősebben a W-t. Jó poén. Mondjuk az a baj, hogy a nyilakkal játszok, tehát ez az opció már nálam alapból nem játszik. Ajjajjajjajjaj, szegény, az kapott. Köszönöm a hostot. Már. Kicsúszik ez a homokos autó. Az Isten áldja meg. Azokat igazán kilökhetnék ott egymást, mondjuk, így kölcsönösen. Annak úgy tudnék örülni. Nem baj, utolértem őket valamennyire. Na, lesz ebből bármi, srácok. Egyetlen kör van már csak hátra ezen kívül. Az nagyon karcsú. Bár nem biztos. Ajajajajajajajajaj. Igen. Köszönöm a hostot, kekszes csaj. Kurtam. Gyerünk! Nem hiszem el! Restart! Rohadt életbe! Mennyi host, srácok, köszönöm szépen a hostokat! Borulj föl! Úgy, rohadjál meg! Nehogy már ez... Ez megpróbál kilökni? Nem, már megint a rohadt fű! Ne! Oké, akkor restart megint. Jaj, Istenem, gyerekek, ez sose lesz meg. Hát ezt nem hiszem el. Rohadjál meg! Nehogy már itt te csúszkáljál! Fölborult! Remélem, hogy igen. Az első engem rohadt idegesít, srácok. Ne! Hát, a hülye állat! De így megint nem jó. Ó, nem baj, az neki ment a kocsinak, vagy a fűnyírónak. Szóval le tudtam előzni. Az első is megtehetné ugyanezt, mert engem... Ez a fengó akár kicsit engem rohadtul irritál. Utálom fengót. Köszönöm! Skacok, egy kör van, meg kéne tartani ezt az első helyet végre valahára. Ha már ilyen mákon volt, ezt ki kéne kerülni. Úgy. Ez az, jó lesz ez, gyerekek, meg lesz végre valahára. Itt ne ütköz, nem jön senki, jól van, tökéletes. Köszönöm szépen, és ott az első hely. Drága kalács arcú, jó Isten. Végre ez is megvan. 90 értek célba. Gyerekek. Duct, akármicsoda. Jó. Hágumi csirke, akkor neked sok sikert a Kresshez. Már egy előre is, egy nagy kalappal. Azt érzem, hogy a játék megkegyelmezett Csabinak, és a botokat állított a bénára. Jaj, Ádám, ilyenkor úgy szeretlek. És az... Ja, hogy most ez jön? Jó, már néztem, hogy nincs F engedélyezve, valami történt. Patesz 2 mostantól hoztolt téged, köszönöm szépen azt is. És akkor srácok,
megint ilyen hagyományos autó jön. Így van. És akkor mehet is a menet. Na, jó van, gyerekek. De gonoszak vagytok, jó van lezú. Oké. Na nézzük. Loading. Loading szimulátor, srácok, mint GTA-ba. Szerencsére azért nem olyannyira. Szép naplemente. Garázsban most már mindig elfelejtek bemenni a rohadt garázsba. Na, ezután, ha betudok, akkor bemegyek a garázsba. De mi ez? Duel? Srácok, ez egy duel? Egymás ellen két autó? Ha úgy tűnik, hogy igen. Ha nem is tudom, hogy van benne ilyen mód. Hát az ilyen béna, akkor nem lesz nehéz dolgom. Ez sima ügy lesz így. Srácok, minden kategóriát megnyerek. Mondom, megyünk a világbajnok cím felé. Szépen lassacskán. Miért akarok balra kanyarodni, amikor jobbra kéne? Itt van mögöttem igazából, de nagyon nem tud velem mit csinálni. Szerencsére. Ezt a pályát pedig egyáltalán nem ismerem, nem voltam még rajta, és nagyon jön. Na! Anyád, szeme nagy! Hány körös? Három? Jó, akkor semmi gond. Nagyon elhúzott, ez nem jó. Nem jó. Nem jó. Itt talán van esélyem utolérni. Igen, van. Ajjajjajjajjajjajjajj, csúszik az autó. Nyád! Úgy gyerekek. Pedig olyan egyszerűnek tűnt. Ajjajjajj, na azért ez mégsem egyszerű. De igazából nem is baj, hogy van benne kihívás. Elkurta! Jó. Akkor megint én vezetek, és már csak egy kör van hátra. Úgyhogy nem kéne elkúrni. Egyáltalán. Áj, vélem vettem. Jobban megy, mint én. Egyébként sokkal jobban, látványosan jobban megy, mint én. Azt a hibát leszámítva. Ez se baj. Igen. És az utolsó kanyar, és ez már a célegyenesre fog rávezetni. És, vagy nem? De igen. Nagyon jön, de most már ez nem lesz aki meg. Yes! Első. Elsőre sikerült az első. Teljesen jó. Ki volt ő? DinoFreak69. Oh yeah, mintha egy YouTube-os nevet, ilyen YouTube nevet olvasnék. Ilyen felhasználó nevet. Új kocsi? What? Kaptam új kocsit? Nyert a bot? Milyen bot? Na jó van. Gyerekek, új kocsi. Remélem ki is fogom tudni választani. Jó, congratulations, igen. Na nézzük csak, akkor ez is megvolt, akkor most jön ez. Ez is Demolition Racing. Nem. Garázs. Bármit kezdünk, először garázs. Na nézzük, srácok. Garázs, My Cars. Na itt az új kocsim egyébként. Ez az új kocsim lesz. Aha, így néz ki a drága. Ezt lehet forgatni, vagy valami? Aha, lehet. Oké, srácok. Van egy új autóm. Ez tetszik. Jó, de most akkor először ezt nézzük meg. Mert én ugye kaptam ilyen alkatrészeket, csak azt nem tudom, hogy ez hogyan lehet, nyomja simán rá egy Entert? Hogy ezt most hogyan tudom? C-toggle info. Aha, hát csak a súlyát írja ki, a lóerőt, meg ilyenek. Hogy ezt nem is lehet itt tuningolni? Fűnyíró? Jó kis fűnyíró. Jó, hát... Várjál, ennek a top speedje ennyi, 4,7. Hát ez gyorsabb, viszont akkor ez miért jobb?
Mert gyorsabb, jobban gyorsul. Ez 4-es a gyorsulása, ennek csak 3,3. Aha, akkor így van elosztva, úgymond. Ennek az ereje gyengébb, mint ennek. Ez a cornering, ez a kanyarodás? 3, 2, 4, 6. Ez szarabbul kanyarodik. Azért megpróbáljuk ezzel. Hát, ha sikerül. Nem tudom. Jó, hát... Igen, ez van kiválasztva. Jó. Paint shop. Ó, gyerekek. És itt majd még lesz, gondolom, csak azok még nincsenek feloldva. Mondjuk ez a fekete a legjobb szerintem. Ez nekem ez tetszik a legjobban. Jó ez. Jó. Save, persze, igen, szeretném elmenteni, nem mintha sokat változtattam volna, és itt van az upgrade, ez kellett nekem. Na ezzel lehet felszerelni a kocsit. Oké. Na várjál. Ja, hogy ez még kell a szint, 23-as, és én 6-os vagyok. Oh my god. Akkor csak ez az egy van. És ez meg ugye alapból benne van. Ezeket viszont már tudom választani. Csak azt nem tudom, hogy ez most nekem miért lesz jobb. Ja igen, 4,1. Aha. Én marha vagyok. Meg ez nem alakatolva, akkor tök mindegy. Jó, ezzel felszereltem a kocsimat. Cooling, ez a hűtés. Ez mi ugye lakatos. Ne, várjál. Lépek először oda. De hogy tudok most? Hát olyan nagy változás nem ír. Ez mondjuk ugyanolyan 4,1, de zöld lesz. Az olyan mit jelent? Jó, mindegy. Tegyük föl ezt. Buy and install. Várjál már, ez most mennyibe kerül? Hol írja? Itt van az ára. 160 CR. És nekem van 140, meg hol van? Vajá. 160 CR-be kerül. Az oké, okay, de hol van az én pénzem? Melyik az én pénzem? Nem látom a pénzemet. Ti látjátok a pénzemet? Hova tűnt a pénzem? Nem vágom. Jobb felül. Ja, CR! De hülye vagyok. 9700? Hát ez a gyerekek. Hát akkor simán megvesszük. Jó, oké, ez is megvolt. Mi van még? Ez az intake manifold, ez viszont nem tudom, ez most micsoda az autóknál. Aki vágja, az mondja. Ádám, te a kocsikhoz biztos értesz. Ez mi? Mi ez a manifold? Mert én ebből a képből meg nem mondom. Na? Mondjuk ez 750-be kerül, azért elég drága. Ez csak 375. Nem tudom, mennyivel lesz jobb tőle a kocsi. Plusz 3% power. Igen, azt látom én is. Csak hogy ez mi egyébként? Na, Ádám? Ádám, hol vagy? Jó, mindegy. Megvesszük. Jó, ez is megvolt, és akkor van még olyan, hogy fuel, na üzemanyag rendszer. Azért most már kezd fogyni a pénzem. Ez is plusz 4% a több izét ad. Ádám, az a manifold, az mit jelent a kocsiknál? Várjál, mutatom. Ez. Nem, ez. Ez az intake manifold. Ez mi a kocsiknál? Nem figyel, Ádám az ilyen, úgy kell szólongatni. Szóval, hogy ez mi? Én nem vágom, nem értek a kocsikhoz, de meg gondolom valamennyire igen, mert már csak azért, mert van kocsid. Nem tudom, mi ez a manifold. Ez 3%-kal. Jó. Hello, Kristem, vagy Kristem 11, hello. Jó, megvettem. Kész. Jó, aztán mi van még? Van gyújtás, ez a gyújtás, azt én is tudom. Légterelő volt? Aha. Van még egy csomó pénzem, srácok. Én ezt is megveszem. Tuningoljuk föl, hát legyen már jó kis kocsi. Kipufogók. Legyen kipufogó. Ez is.
űzzük föl, ez mi? Na, tessék, kipufogó, kipufogó valami. Manifold, megint ez a manifold. Money, money, money! Jó, ezt is megvettem. Aztán szelepek. Ezt is megveszem. Elköltöm az összes pénzemet, srácok, mert igazából mindent tartogassam, ugyebár. Ez a camshaft, ez mi? Ez nem a kardán tengely akar lenni? Vagy most maraságot mondtam? Beömlő, kiömlő. Jó, ezt is megvettem, és akkor már csak a pistons van hátra. Pistons. Ja, ezek a, mi az, dugattyú? Ja, hát Minecraft gyerekek, hát dugattyú, hát persze, hogy dugattyú, ezt is megveszem. Na, jó, srácok, föltuningoltam ezt a kocsit, hát akkor lássuk, hogy mire képes. Van itt még tuning, ez nem tudom micsoda. Ja, itt tudom, na igen, ez az a része a tuningolásnak, amihez én nem értek. Hogy ez most, mert mindig attól félek, hogyha elállítom, akkor ez el lesz cseszve. Tehát én nem vágom, hogy ezt hogyan kell beállítani, mihez képest, melyik, hogy álljon, úgyhogy ezt én inkább nem is bántam szerintem. Meg van még a market. Ja, hogy itt tudnék venni autót. Ó, gyerekek, ez 5430-ba kerül, hát már eleve nincs is annyi pénzem. Mik vannak itt? Hmm. 17 000. Oh my god. És akkor ez mennyibe kerül a legutolsó? Viszlát. Event. Enter. Mondom enter. Mondom enter. Mi van? Nem elég jó ez a kocsi, ez a... Jó. Akkor mi van? Ez jön. Akkor viszont nem ezt kell választani, akkor viszont minden... Jó, hogy föltuningoltam! Ah, jó, akkor most tart. Na! Lada nincs. Igen, Ádám, vágom, csak azért szeretném látni, hogy mit teszek föl, érted? Legalább az első alkalommal nézzem meg, mi az, amit fölteszek. Na, hogy fölszerelek rá valami bombát, aztán te fölrobbantsd. Érted? Sose lehet tudni. Ki tudja, lehet, hogy a... ott vagy a háttérbe is. Mizé? Érted? Money, money, money! Ta-ta-ta-ta! Na! Ez miféle verseny, hogy így indulunk? 1/4. Szóval ez 4 eventből fog állni. Gondolom én. Hát nézzük! Ugye egymás mellől megyünk. Na nézzük. Ajaj. Nem kellett volna ütközni már az elején, legalább az elején nem. Ó, ez a pálya nekem nagyon szokatlan. De a gumik jók, azokat mit csinálnak? Azokat elintézték. Ah. Ez jó pálya, srácok, ez tetszik. Tetszik, hogy egyszer föld, egyszer meg aszfalt, mert egészen más vezetés kíván meg mind a kettő. Egyébként érdekes, hogy az aszfalton sokkal jobban csúszik, mint az ilyen terep, mint az ilyen földes terepen. Gondolom nyilván a gumik miatt inkább alkalmas földre, mint az aszfaltra. Jaj, 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 ezek nagyon erőszakosan versenyeznek. Srácok, nem jó, nagyon nem jó. A marha. Na megint, nyúrival. Ajjajjajjajjaj. Ez nehéz, gyerekek. 5. hely. Az első nagyon elhúzott. Az nagyon elhúzott, nem is látszik. Ott megy. De jó ég. Ez nem lesz meg. Ebből restart lesz, már most megmondom. Már csak 3 körös. És most kezdődik az utolsó kör. Ajjajjaj. Ajjajjaj. Mondom ajjajjaj. Na, utolérjük az elsőt? A végén. Igen,
Igen. Gyerünk, menj onnan előlem, légy szíves. Még én még utolérem. Mondom én. Á, nem. Ez már az utolsó kanyar a cél egyenesre, és... Nem, ez így nem lesz. Ez így nem lesz, a harmadik hely. Ez kevés lesz. Á. Kevés. Ez nagyon kevés. Szerintem. Most restartoljam kapásból, vagy adjak egy esélytnek, hogy hát ha. Azt nem tudom. Megint kaptam ilyen izét, cuccat. Gyújtást. Na jó. Na, szerintetek restartoljam, srácok, most, azonnal? Most megvárom, amíg ez kiér. Csabi, a cuki pofidat mikor fogjuk látni? Hát, ha cuki lenne a pofim, akkor azt bármikor, de mivel nem az, azt, a cukit azt nem. Tehát az nem. Szóval ne restartoljam. Jó, Patesz. Jó, oké. Akkor adok egy esélyt neki, hát ha így. Na most SkyGamer szerint meg igen. Jó, 3-1 arányban, megszavaztátok, hogy ne. Jó. Meg vagyok elégedve a harmadik helyen, nekem ez teljesen jó, hogyha tovább enged. Ne, de. Istenem. Ah. 10 eredményt értél el? Ki őrzi az őrzőket? Úgy gyerekek, mennek a izé, Twitch-es achievementek. Kapom őket 1000-rel. Gyerünk már, tölts már. Igen, néha olyan sokáig tölt, legalábbis úgy tűnik. Jó, mindegy, srácok, ha most mégse lesz jó, akkor majd kezdem előről, az kész. Belefér, bőven. Ez a live tiszta családias. Igen. Egyébként tényleg. Egészen más a hangulata, mint a YouTube-on. Nagyon érdekes egyébként. YouTube-on nem is tudom már mi lenne, szóval a moderátorok nem is győznék. Valószínűleg 10-szer ennyien lennénk. És az úgy, hát na, kavalkád lenne. Jó, mindegy, a veled nem sikerült az első hely, srácok, lehet egy harmadik, de akkor most viszont mindenképpen kell az első hely. Ha akarok valami reményt a továbbjutásra. Szóval reménykedjünk benne, hogy lesz remény. Kár, hogy nem is van a pályát. Ez mit csinál? Leviszem a szalagkorlátot. Ez az. Ez jó lesz. De baromi szép ez a nap. Jaj, gyerekek, ez nagyon jó. Hát ez... Mi van? Már első? Beszlep, hát persze, mivel nem voltam még a pályán. Ez egy télen nem voltam. Ez nem olyan nehéz pálya egyébként. Van egy pont, ahol nagyon kell fékezni. Az majd most fog jönni. Itt. De ezen kívül nem egy bonyolult pálya. Azt nem lehet ráfogni. Valamit kiírt kékkel, nem tudtam elolvasni. Mi az Isten írt ki? Na mindegy. Oké, és utolsó kör következik. Gyerünk. Húskacok. És ott van a kanyar, amit mondtam. A gumifalat már jó szétvitték, most már én is egy kicsit. Most picit utolérnek, de nem baj, most próbálok inkább óvatosabban menni. De ennyi. Itt a vége. Jó van, ez első helye megvolt. Eddig volt egy első helyem, most meg ugye az előbb a harmadik hely. Hát nem tudom. Ez az összesített? Final standings, igen, első vagyok. Jó, csak nem tudom, hogy most pontok számítanak-e, vagy sem. Megint kaptam kipufogókat. Igen. Mi az, légszűrőt is kaptam. Meg hűtést. Jó. Oké. És akkor következik a harmadik, a negyedik, most a négy eventből.
Nem nézem a foci VB-t, engem a foci a srácok olyan hidegen hagy, mint Makó Jeruzsálemtől. Na ezt jól megmondtam, szóval értitek? Nem érdekel, abszolút. Régen szerettem a Real Madrid meccseit, régen, 16-17 évvel ezelőtt, amikor még az a régi klasszikus Real Madrid volt, Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, mármint a régi Ronaldo úgymond, Casillas, mit tudom én, akkor szerettem, meg néztem, meg tényleg szurkoltam is, aztán valahogy az úgy elmaradt, és most már nem érdekel. Jó volt a címerezés? Örülök, hogy tetszett. És látszok, engem egyetlen sport érdekel régen, nagyon, az a Forma 1, meg egy picikét a NASCAR, amikor lett kábel tévénk, akkor a NASCAR-t azt nagyon sokszor néztem, az nagyon tetszett, de alapvetően a Forma 1 volt az, amiért nagyon rajongtam éveken át, egész addig, amíg Sumi vissza nem vonult, és amikor ő másodjára is visszavonult, mert tudjátok, kétszer vonult vissza, úgymond, tehát volt egy kihagyása, amikor másodjára is visszavonult, akkor én abba hagytam teljesen a Forma 1-et, már nem érdekelt. Egyszerűen nem volt olyan ember, olyan pilóta, akinek tudtam volna szurkolni szívből. Úgyhogy már a Forma 1-et sem nézem, vagy hát, lassan 10 éve. Azt sem tudom, most kik vannak benne, tehát annyira nem. Na, megint háromkörös verseny, és kacok. Ó, milyen tűkanyar ez, te jó atya, úristen. Na, elém mászik ez a szutyog autó! Szutyog autó! Ez milyen jó pálya, gyerekek, ez mekkora áll, hogy így megyünk fölfele. Ez de baromi jól nézett ki. Most meg lefele. Ez de adja. De ott van, ez nagyon ott van. Ki kéne kerülni ezeket valahogy. Hát így is jó! Hát így is jó, csak nem kellett volna ütközni a végén. Jó van, ott mi tolják egymást, nem baj. Hatodik hely, hát ez karcsú. Ez így karcsú. Itt az a nagy kanyar, amit nagyon nehéz... basszus! Ezt nagyon nehéz volt abszolválni. Igen, itt megyünk fölfele, ez az a fasz a rész, ami nekem nagyon tetszik, és itt van a lefele menet. Aj, de jó, jaj. Olyan szépen rá lehet így csúszni az aszfaltra, az ideális ívre. Itt viszont túl nagyon fékeztem, most nem kellett volna. Most nincs akkor a tömeg. Ne próbálj kilökni, kérlek. Nem próbál meg! Na jó. Most ez segített nekem, hogy be tudjam ezt a kanyart venni így, de az autón meg így roncsolódott egy picikét, viszont már csak ez a három kocsi van előttem, valahogy meg kéne előzni még ebbe a körbe őket, de hogy? Mondjuk így? Ajajaj, ne! Ne! Bassza meg! Már bocsánat! Rohadjál meg! Tényleg? Rossz fele megyek, ten? Na jó, akkor vigyük el a reklámtáblák a francba, nehogy már reklámozzanak itt nekem. Mi ez a box? Kimegyek a boxba? Én marha a végén, még kimegyek a boxba. Hú, de összejött a vége, gyerekek, az Isten. Jó, rezet. Ja, de mindegy, olyan mindegy. Ebből viszont restart lesz, srácok, hát 15 per 16. Az is csak azért, mert a másik kiesett, nem ott jön. Jó, hát ez... ez így fos. Restart. Ez pocsék volt, gyerekek. Ez pocsék volt. Nem baj, most már annyi előnyöm van, hogy jobban ismerem a pályát, mint az előbb. Úgyhogy reménykedek benne, hogy ez előny lesz tényleg. Ja, igen, ez a izé, aranyos kanyar. Ahol nagy tumultus van, de már jobb. Már a harmadik hely. Ezt ki kéne lökni? Mondom, ki kéne lökni, de nem tudom. Na jó, nem is kísérletezek velem, mert csak elcseszem. Most törekedjünk az első helyre mindenképpen. Aha, igen. Valahogy így kéne venni ezt a kanyar, csak picit precízebben.
De legalább már első hely. Na, ami az előbb nem jött össze, most itt van. Megtolt hátulról, láttátok? Jó. Jönnek. Best lap. Áj, megint túl későn fékeztem. Ez a kanyar, ez nagyon, nagyon cseles. De nem baj, mert mindig első vagyok, szóval... Valahogy meg kéne tartani. Ó, gyönyörű! Gyönyörű! Na ez így kell. És ez is best lap lesz, mert ez szerintem most jobb. Persze, hogy jobb. Még úgy is, hogy lehorzsolom itt a cuccokat. Vagy nem lesz jobb? De, best lap. Zsír. És az utolsó kör, srácok. Aha, a cseles kanyar. Igen, az a kanyar az baromi jó. Ott van a második, gyerekek, ez így meg lesz. Ha most már nem hibázom el, akkor ennek meg kell lennie. Az akkor már nem tudnak utolérni egyszerűen. Csak itt nem kéne lecsúszni megint a dombon, mint az előbb. Ó, skacok! Előbb amilyen macera volt, most már annyira lesz. Hogy mégse? Nem! 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 Nem hiszem el! És elkúrom! És marha! Marha répa! Jó, gyerekek, megint restart. Én ezt most már nem hagyom, hát ez simán meg lenne első hely, ezt most megpróbálom, hát. Hát, ezen múljon! Rohadt fal, beleakadok a falba. Hát beszív a fal. Na, észel. Észel, skacok, mert ez így nem jó. Na! Hát neked ilyenkor kell egy kanyarodik, az Isten húzzon meg. Menj már innen. Nem baj, ott az első hely. Már az első kör végén. Kerüljük el azt a falat? Az a fal engem nem szeret. És én se őt. Vagy lehet, hogy nagyon szeret, pont azért vonzott be. Vagy mi. Köszi Ádám a klippet már megint. Már ezeket be fogom nézni, az, hogy szakadok egy jót. Ne tolkodjál már! Mi vagy te? Az Istenit, a sok gumi. Na, erről van szó. Nagyon jön, az nagyon jön egyébként mögöttem. Oké, a falat elkerüljük, mert beszív. És az utolsó körsrácok, ez a best lap. Vajon az előzőt ilyenkor megtartja, mint best lap? Menj már! Ú, a kanyar, ezt nagyon nem tudom jól bevenni, srácok. Ez nagyon macerás, rá kéne jönni egyszer a trükkjére. Vagy valami. Ez így nem buláj. Most jön a kedvenc kanyarom, ez viszont amilyen szar az a másik kanyar, ez meg annyira jó. Szépen ráfordul az ember, rásiklik. Gyönyörűen, úgy ahogy kell. És bevesszük ezt a kanyart, elkerülve azt a rohadt falat. És ott a harmadik hely, srácok, olyan gyönyörűen szépen simán, hogy nem is értem az előbb, miért nem tudtam ezt befejezni normálisan. Na, ez így már jobban tetszik. Jó, most már nem lesz restart. Megint kaptam cuccot, megint XP-t is kaptam, és akkor az utolsó event a négyből. Csabi nem is meg korlátokat töri zúz a széjjel, úgy, szó szerint. A trükkje a fék használata, ez így van, pontosan így van, Ádám, ez pontosan így van. Na, most mi van? Most... Ja, most megyek tovább, jó, semmi.
Oké, okay, Rosenheim Raceway. Szerintem én ezen sem voltam még, srácok. Mert ugye mondtam még a live elején, hogy próbálgattam én a pályákat, elég sokat kipróbáltam, de nem mindet. Úgyhogy ez egy olyan pálya lesz szerintem. Legalábbis ennek a neve nem ismerős. Aztán lehet, hogy csak a neve az. Még mi, srácok, mi mindig 90-en vagyunk. Hát ahhoz képest, hogy az életem második Twitch live-ja, sőt, hosszú idő után az első, hát én nem vagyok nyűgözve. Komolyan. Ez baromi jó. Milyen harmadik hely? Hát az a legelső versenyben volt harmadik hely. Szerintem arra mondtam. Vagy most már nem tudom, mire gondolsz, vagy gondoltok. Mert ugye négy eventből áll, az első eventben harmadik helyezett lettem. Ez az, ki kéne tolni, nem jött össze. Se baj. Ajaj. A falakat el kell kerülni, srácok, mert... Ó, mi ez a szűkület itte? Nem voltam ezen a pályán. Voltam. Azt hiszem voltam. Gyerekek. Ez a játék egy baromi jó. Komolyan, tehát egyszerűen még... És én még most sem unom, tehát... Nem unom a játékot. Baromi jó. Igazából örülnék neki, hogyha ebben a live-ban a teljes első kategóriát meg tudnám csinálni, ezt az egész juniort. Bár az időt elnézve ez már nem fog beleférni, de teljesen mindegy. Mert a következő alkalommal, köszönöm szépen, egy XP nekem, nem, mert nem tudtam teljesen végigfordítani. Szóval a következő alkalommal innen fogjuk folytatni mindenképpen. Bárhol is fejezem be, szóval nem fogom játszani live-on kívül a játékot. Maximum ilyen single versenyeket, de nem a carrier módot. És akkor szépen ezt együtt így majd végigvisszük egész a világbajnokságig. Meg hát persze nem csak ilyen live-ok lesznek, nyilván lesz majd PUBG, lesz majd GTA, szeretném majd más játékokat is streamelni ezeken kívül is. De majd még elválik, srácok. Például akarok majd csinálni Trackmániát, nem tudom kinek van meg a Trackmánia, de akarok csinálni majd Trackmániát is. Ugye itt van mellettem. Ez nem, ez egy eskanyar. Jó, mákon volt. Azt hittem, hogy elcsesztem úgy, hogy leelőzzek. Azon mit csinál? Le lehet vágni? What? Bannolja ki valaki? Csaló. Bannolja ki? Gyere ide. Az anyád szeme nagy. Gyerekek, ott le lehet vágni, de hol? Na. Ha tudtam volna. Ez jó, amikor így kicsúszol a másiknak, mert megfog, és nem kell olyan, tehát hiába mész úgy gyorsan, megfog annyira, hogy a kanyar simán be tud venni. Tehát igazából segít neked. Segít neked bevenni. Na jó, ezt hagyjuk. Na, gyerekek. Megint! Ja persze! De nem baj! Első! Mondd, hogy első! 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 Igen, köszönöm szépen a pisztonokat ismét. Jó, mindjárt 8-as szintű leszek. És most kérdés, hogy tovább enged? De szerintem tovább enged, mert akkor gondolom már kiírta volna, hogy restartoljam. Na nézzük. A pontokat nem is néztem. Ja, hogy te az a Lukács vagy, Lukács. Akkor igen, persze. Na? Nem. De ki van pipálva? Hello. What? Na most ezt nem értem. Tehát zöld pipa. De akkor mi van lelakatolva? Na, srácok, most mi van ilyenkor? Nem volt elég a pont? Vagy ez most mi? 370 per 400. Jaj. Jaj, akkor előről, akkor csinálhatok, az elején már csak restartolni kellett volna. Nem baj. Jó, mindegy, srácok, még ezt még egyszer végigviszem ezt a négy pályát. Ezt még live-ba mindenképpen. És azután viszont le fogom zárni, de azt mindenképpen várjátok ki, hogy legalább lássuk, hogy melyik lesz a következő kategória, amit live-ba fogok végigvinni, viszont most iszok megint vizet.
mert szomja halok. Összesen kell 1600, neked 1490 van. Ja, értem. Oké, vágom. Na, akkor. Oké. Jó van, srácok. Nyomjuk neki ezerrel. Féltek, az előbb megvolt a négy versenyből kapásból elsőre három. Első hely. Na. Akkor most már csak meg lesz. Elsőre. Bár ha így megyek, akkor nem biztos, hogy ilyen piruetteket csinálok. Ajjajjajjajjaj. Ajjaj. Szarlakorlátot kivittem, nagyon jó. Jajjaj, tudom már melyik ez a pálya. Ezt utálom. Ez nem jó. Nem jó, most ugrott be ezzel a célegyenessel, hogy na mi volt ez? Itt megint túlságosan fékeztem, nem kellett volna. Jó, gumifalat szétvettük, nem baj. Nem baj. Bassza meg. Menj ma! Menj ma! Á, nem, mert megint elkúrtam. Ebben megint restart lesz. Á, gyerekek. Jó, ezt most azért fogom csak végigvinni, és nem kapásból reszetelem. Hogy még jobban megtanuljam ezt a pályát. De hát ez így nem lesz meg. Teljesen kizárt. Igen, most nem fékezünk helyette, itt. Neki a falnak. Akartam driftelni, nem jött össze. Azért mentem neki. Á, ez nem lesz meg. Nem, á, így nem. Nagyon fasz kanyarok ezek. Hoppa, bocsánat. Na, jó, jó. Ez gyerekek. Á. Nem. Winner. Vefa. Jó. Akkor restart. Restart, mert ez így nem állapot, gyerekek. Mondjuk az a jó, hogy ilyenkor legalább nem tölti újra be a verseny, csak megnyomja azt előről az egész. Ez tetszik benne. Vannak olyan játékok, ahol még ilyenkor is újra betölti a pályát, meg minden, és akkor megint várhatsz. Azok ott kimentek a pályáról. Jó napot kívánok! Meg lesz az első, srácok, most meg lesz. Nem érem, nem fog... Ez mit csinál? Jesus! Na! Ezt nem hiszem el. Jaj, már egy pálya fogjon ki rajtam ebből a négyből. Hát az összes többi olyan szépen összejött, tényleg. Most még nem reszetelem, mert még nem lehet... Lehet, hogy nem... Nincs elcseszve. Reménykedek benne, hogy azokat elő valamit csinálnak. Nem baj, megtoltam, az se baj. Az se érdekel. Azaz. Még lehet ebből jó, gyerekek? Még lehet ebből jó. Mondom. De tedd már neki, hülye köcsög! Hát mindjárt átalakulok komolyan. Á! Nem már, komolyan! Jó, mindegy, legalább látványban nincs hiány, srácok, az biztos. Volt már pályáról kimenés, koccanás, ütközés, neki a falnak. Jaj! Túl nagy volt a gáz, nem jó. Megint elcsesztem. Komolyan, egyre rosszabb vagyok. Most mi van? Az ott kicsúszott, de hát kit érdekel, amikor csak ötödik hely.
Jó van. Restart. Nem is várok semmit. Go. Jó gyerekek. Lehet, hogy ezek már fáradni? Mi két óra játék után? Közel két óra játék után? Jó, azok csak tolják ki egymást. Úgy. Én meg itt addig el leszek egymagam. Menj innen. Jó, igazából most valami előnyre kéne szert tenni, hogy aztán nyugodtabban legalábbis nyugodtabban tudjak autózni, és ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy ezek nekem jönnek, és megint neki próbálna tolni a falnak. Csak az nem olyan egyszerű. Mármint az előny megszerezni. Jaj. Ez a hülye sikám mindig kifog rajtam. Na, van egy picike előnyöm. Beszlap. Tökéletes. Úgy. Jó, a gumifalat szétvisszük, az nem baj. Lényegtelen. Azaz. És itt kell fékezni egy kicsit jobban, mert itt nagyon kicsit sodródni. Még ez is sok volt. Ez az, na ez most jó volt. Ez is best lap lesz, srácok, mert ez most nagyon szép volt. Mondom én. Na, később fékezek! Ne. Kérlek ne. Jó. Na. Igen, na most vettem be jól a kanyar. Most volt szép. Jó, megvan az első hely. Nehéz szülés volt, de megvan, gyerekek. Oké. Jó, continue. Következő. Gyerekek. Igen, srácok, görgessetek majd le. Nézzétek meg a leírás, ezeket a kis paneleket, ott mindent megtaláltok, stb. Majd nézzétek át, és az hamarosan ki fog egészülni egy-két dologgal még. Egy-két dolgot leírok például, hogy milyen gépen van. Tudjátok, amit itt Twitch-en szokás, tehát ki lesz az még egészítve, de mondom, kezdésnek az szerintem jó még így. Oké, három verseny van, srácok, hátra. Ha ügyes vagyok, és elsőre sikerül az első helyet megszereznem mindhármon, akkor nagyon elégedett leszek magammal. És aztán fogok tudni majd tovább menni a következő cuccra. 79-en vagyunk, srácok, még mindig. 78. Ami teljesen jó. Kapcsolok egy lámpát. Na, most már jobban látjátok az arcomat. Na nézzük! Na most már ezt tudom, melyik pálya volt, hirtelen. Na mindjárt felismerem. Ne tologass! Hagyjál békén! Hagyjatok békén! Na! Menj már innen! Ojja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 j! Fék, fék, fék! Igen, most már rémlik valami. Az ott ügyes volt. Na, első hely! Azaz. Jó van. Ez meg a cél egyenes már, ugye? Itt jön ráfordítás, és itt. Igen, tudom melyik. Ajaj, itt van mellettem már a csávó. Itt kell majd jobbra menni, azt hiszem. Igen. Kaptad a gumit, tessék! Osszátok be! Azaz. Na jó, a srácok, ez meg lesz. Ez sokkal egyszerűbb pálya, mint az előző. Lényegesen egyszerűbb.
Úgyhogy remélem, hogy az első hely kapásból meg lesz. Nagyon remélem. Megint a jobbos, amit most talán jobban fog. Igen, most jobban sikerült bevenni. Megint kék valami, nem tudom elolvasni, mert figyelek a kanyarra. De jó, na mindegy, majd live-val visszanézem, mit írt ki. Finished! Ott van az első hely. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. A viccben is van egy határ. Micsoda, Ádám, mondjuk azért az tény, hogy jobban vezetsz, mint lősz. Jaj! Ez, hát nem is te lennél, Ádám. Ezt nem mondtad volna. Na jó van, következő futam. Ádám, honnan veszed, hogy viccből mondta? Lehet, hogy komolyan gondolta. Na... Na. Na, meddig tölt még ezt, srácok? Updating cars. Na. Gyerekek, mi van már? Mi ez a csiga tempó? Haló? Ez nem töltött ilyen sokáig eddig. Na végre! Na szurkoljatok! Nem próbálok ki a Summer Car? Nem tudok most változtatni autót szerintem. Mert kapásból átérve a következő versenyre. És a garázs meg nincs. Na, ne toljál már! Ez az. Ja igen, ez a pálya, srácok, ez nagyon jó pálya. Igen, tudom, ez a... Fú, ez a barom jó kanyar. Mondjuk, hogy most nem annyira lesz jó, vagy igen? Hát, ez most nem volt annyira szép, de nem baj. Mert az első azért megvan. Eddig. Itt jön a beszívós fal, amit szépen elkerülök, úgy is van. Ja, hogy a máj... Jaj, tudom melyikre gondolsz. Amikor kocsit kell tuningolni és arra figyelek. Akker. Amikor van egy kocsid és akkor meg kell szerelni, meg van egy házad, meg ilyenek. Nekem az a játék megvan, próbálgattam. Hát őszintén szóval nem jött be. Azt se tudtam, hogy mivel, mit kell, hogy kell megfogni egyetlen tárgyat. Hogyan kell beszerelni, semmit nem tudtam benne kezelni. Úgyhogy nem. Nekem elment tőle a kezem akkor. Na, gyerekek. Első hely, 1 per 16. Ez is best lap. Most annyira ki van szállva a torkom, hogy valami hihetetlen. És megint elcsesztem ezt a rohadt kanyart. Ez annyira nehéz kanyar. Igen, most nincs nájból, srácok. Most tényleg ilyen nagyon fapadosan játszunk. Mondjuk annak ellenére, hogy az OBS-ben be van állítva minden. De legközelebb majd lesz nájból, meg minden. Jaj. Kicsit elvittem a kerítést. Egy darabkát kitörtem belőle, nem baj. De az utolsó kör... Ne! Ú, gyerekek. Oké. És akkor elvileg, ha jól számolom, akkor egy verseny van még hátra? Azt hiszem. Fall of Age lesz el. Szia, Bobby Bogár! Ja, Bobby Bogár, neked mondom, hogy köszönöm szépen, hogy a vlog csatornámon szóltál, hogy olyan valakit tettem bele a videóba, akit nem kellett volna, mert nem odaillik,
Azért lett törölve a videó, mert te szóltál, és azt én ki tudtam javítani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked. Nem tudtam megköszönni, mert ugye egyből privátra tettem a videót, meg minden. Na, a follow age, az mi? Nem tudom, mi a follow age. Az is valami játék, vagy valami Twitch-es dolog, mert most össze vagyok kavarodva. Ja, a follow age, az egy command. Nem tudom, mi a srácok. Az ilyen command, akkor nem vagyok még tisztában. Tehát az aztán full új. Az full új. Mert mit csinál az a command? Follow age egy command, amivel meg lehet nézni, hogy egy user mennyi ideje követ téged. Aha. Na végül is nem rossz az szerintem. Nos, kacok, szurkoljatok! Ha ez meg lesz első helybe, akkor mehetek a következő kategóriába. De ha nem... Aj, te jó atya isten, mi van itt? Akkor megint kezdtem előről, de már biztos, hogy nem ebben a live-ba. Ja igen, ez a sikános rész. Megpróbál kilökni a sárga mögöttem. Ajjajjajjajjaj. Na menj már előlem, az Isten áldjon meg, hát haladnék. Hát beszarok. Komolyan mondom, beszarok. Itt a sárga megint. Igen, itt kell fékezni, erre emlékszek. Az S kanyar. Jó, hogy ott vágják át a kanyar. Aha. Ó, agyseresek. És mindenki arra megy. Sokkal rövidebb lenne? Nem mindenki. Ők nem arra mennek. Aha. Jó. Legközelebb megpróbálom azt a kanyart én is. Itt van megint a sikán. Ú, de kipördül. Kicsit elcseszte. Így. De az nekem csak jó. Negyedik hely. Másfél kör van hátra kb. Igen, köszönöm, hogy megfogtál. És akkor itt kell levágni a kanyart valahol? Azt hiszem. Igen. Igen. Na nézzük csak. Aha. Ja, hogy ez ilyen kis cseles. Van itt egy ilyen kis sikán. Nem tudom, ez így mennyiben rövidíti le, de első hely. És az utolsó kör. Best lap, akkor viszont jobb. Srácok, jobb lett. Gyorsabb így. Á, gyerekek. Fék, 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 fék. Hát úgy csúsztam. Ezt sokkal szebben is lehetett volna csinálni. De mindegy, srácok, ez már csak meg lesz. Megint megyek ebbe a sikános részbe, akkor. Aha, 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 aha. Igen. Jó, megvan. Ott a vége. Finished. Tökéletes első hely. Igen, itt a final. Itt a final, srácok. És akkor elvileg, ha minden igaz, akkor most már tényleg tovább fogok tudni menni a következőre. Azt hiszem nem volt már pálya, ugye? Túl voltam mind a négyen. Hát igen, srácok, ez még családias. Jelenleg. Ó, 69 néző. Igen. És srácok! Mi van most? De hol? Nem, megint nem. Nem látom feloldva. Mi nem stimmel? Ez 100 per 100. Ja, hogy ez! Ja, hogy ez! Erre nem is figyeltem, csak azt néztem, hogy ki van pipálva. Nem már! Nem már! Nem már! Na mindegy, ez 400, az biztos. Az 200 per 200, ez is max. Ez is max. Ez egy nem max. Ez a Bunger Derby. Igen, ugye ez volt a Roncs Derby, amikor ilyen arénába kellett egymást kiütni. Ott azt hiszem csak ötödik voltam, azt hiszem, ötödik voltam, vagy hatodik?
Ötödik. Na jó van, akkor srácok, most ez akkor ennyi volt így, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, bár nem azt mondom, hogy ez lesz a legközelebbi live itt a Twitch-en, hanem valami más lehet, hogy majd lesz, de ezt mindenképpen itt fogom folytatni, illetve fogom folytatni, mindenképpen live-ba. Úgyhogy ez most ennyi volt, srácok, aki követett engem, annak nagyon szépen köszönöm, majdnem azt mondtam, hogy feliratkozott, de nem. Köszönöm, hogy lájkoltátok a live-ot, amit itt nem lehet. Úgyhogy tényleg minden, köszönök minden nézést, a moderátornak a munkát. Úgyhogy ennyi mindenkinek. További szép, jó éjszakát kívánok. Sziasztok!